Olyan, mint egy saroklegyező, vagy épületekbe oltott kókusztorta szelet? Nyilván ez itt sokkal érdekesebben hangzik, mint hogyha azt mondanám, hogy egy irodaház a Váci úti sok közül. De ez itt egy igazi antré a Dózsa-György út sarkán. Ez ugyanis a Vision Tower, lánykori nevén a K4. A Vöröscsepelnek már nem úgy szól a hangja, és a Váci út sem ugyanúgy felel neki, illetve felel, de egészen másképpen, ugyanis itt radikális átalakítások történtek, és a Váci út, ami valaha egy gyárfolyosó volt, méghozzá Angyalföld ékköveivel, a gépgyárakkal, az teljesen átalakult, és mára egy hatalmas irodafolyosó lett egészen Újpestig. És ebben a 20-30 évben, amikor a Váci út ilyen radikálisan átalakult, nem csak az árakat, az ingatlan árakat érte el jó pár válság, hanem ma már irodaházakat sem lehet ugyanúgy tervezni, mint 10 vagy 20 éve. A Váci út és az induló Dózsa-György út kereszteződésében állunk, és itt érdemes körülnézni. Itt a hátam mögött állt például a legutolsó hónapokig a budapesti vízműveknek a toronyháza, ami a maga 71 méterével a város, a fővárosnak az egyik legmagasabb épülete volt. A 70-es évek végén, 80-es évek elején épült, és Hofer Miklós egyetemi tanár tervei alapján. Mögötte egy még régebbi ház, az elektromos művek székháza, ami 1893-ban két külön épületként épült meg. Az egyikben az akkor bevezetett elektromos áramot már termelték is, a másikból pedig székház lett, és annak a díszesebb fele a Dráva utca felé néz. Annyit kell még erről tudni, hogy 10 évvel ezelőtt itt volt az első elektromos autó töltőállomás Budapesten. A Vision Tower története tehát egy bontással kezdődött, a Volgáéval, ami később Ibis névre hallgatott, ami egy fekvő téglatest volt a kornak megfelelően nagyon egyszerű panelszerkezetes, előtte egy óriási parkolóval, minden derékszög, teljesen másképpen reagálva, illetve nem reagálva erre a sarok pozícióra, mint ez az új épület, ami a lábával, az átjárhatóságával tulajdonképpen egy kis placot képez itt, ott, ahol korábban ilyen egyáltalán nem volt. És most már itt az ideje, hogy elmondjuk, hogy ki tervezte ezt az új épületet. Az a 3H építésziroda, Günther Zsolt és Csillag Katalina vezető tervezők. Mindenek 5 éve. Senki se gondolná, hogy az egykori Volga szállónál egy másfélszer nagyobb épület épült ide, de úgy, hogy közben sokkal levegősebbnek és könnyedebbnek látszik. Ugyanis a déli szárny, az az Angyalföldi utca, illetve a valahogy Volga szálló vonalában áll, az északi szárny, ahol most is vagyunk, az a Dráva utca felé néz, és 45 fokban a középső, pedig erre a nagy közlekedési csomópontra, a Dózsa-György útnak és a Váci útnak a kereszteződésére. Az északi szárnyban dolgoznak a KPNG dolgozói, a másik két szárnyban pedig egy egészségügyi szolgáltató kapott helyet. És ez az épület úgy lett nagyobb, hogy közben magába is tudja olvasztani, magához domestikálja ezt az óriási gyalogos forgalmat, mi itt van, mögötte egy iskola, közel metró, óriási kereszteződés aluljáróval, és ezt úgy teszi meg, hogy nem kell kikerülniük a gyalogosoknak, hanem az árkádjai alatt, ezek alatt a V támaszok alatt át lehet jönni. És még egy apró finomság, hogyha valaki megnézi szemből, akkor jobbról balra szépen lépcsőzve egyre nagyobbak lesznek az ablakok, tehát a déli szárnál még csak rendes, átlagos méretű ablaksor van, az északi szárnyban pedig, ahol most vagyunk, szinte teljesnek látszik az üvegborítás.
És a kedvenceim ezek a V-támaszok, amik annyira mozgalmassá és könnyeddé teszik ezt az egész épületet. Sokak szerint Oscar Niemeyert vagy Breuer Marcelt idézik, de szerintem nem kell ilyen messzire menni, mert mindenképpen a 60-as éveket és olyan helyeken, például nem tűnt el ez a kor, eznek a kornak az ipari épületei, például Kőbányán még számos hasonló megoldást, támaszt megoldást látunk kerítésekben vagy gyárépületekben. A Vision Tower irodaház azért tud kiköszönni a Váci út iroda folyosójából, ebből az irodarengetegből, mert nem befelé fordul, nem egy olyan zárt soros épület, mint a legtöbb, hanem a sarok pozícióját kihasználva egy igazi mozgalmas, kifelé néző, kifelé nyitó ház. Mozgalmas, mert képes mozgalmasnak látszani.